A tükör. Egyszer volt, hol nem volt, valahol Indiában, a dzsungel közepén volt egy kicsi falu, ahol élt egy fiatal férfi, nagyon szép feleségével. Ebben a faluban nagy békességben éltek az emberek. Aztán egyik nap az történt, hogy ez a fiatal férfi elindult a városba, és azon a piacon, a városi piacon vásárolt magának egy tükröt. Azt hazavitte, nézegette, és a szobájába elrejtette. Ebbe a faluba ezek az emberek még soha nem találkoztak tükörrel. Nem láttak még ilyet, és azt sem tudták, hogy ezt mire lehet használni. A férfi elővette, nézegette, viszont az asszonynak elkezdte ám az oldalát fordalni a kíváncsiság, hogy vajon mit nézhet az. De mindig be volt zárva a szoba. Egyik nap, amikor a férfi elment dolgozni, nyitva felejtette a szobát. Az asszony pedig besúrant, és a kezébe vette a tükröt, és belenézett. Jaj, hát mit látott? Hiszen saját magát látta. De akkor bizony felháborodott az asszony, megmérgesítette magát, és azt mondta, hogy az a férjem már engem nem szeret. Hát ki ez az asszony ebbe a képbe? Ugyanúgy néz ki majdnem, mint ahogy én. Meg olyan kis arany tallérokból forrott kis nyakláncot visel, akárcsak én. Hát ez nem lehet, ez felháborító. Aztán elkeseredett, és sírva is fakadt. Nem sokkal később jött a férfinek az anyja, és megkérdezte. Hallod, te lányom, hát mégis miért sírsz? El akar engem hagyni bizony az uram, nem szeret már, egy másik asszonynak a képét nézegeti benne szobába. Na mutasd csak azt a képet, nem hiszem én azt, mert hogy az anyós tudta ám, hogy nagy boldogságban élnek a fiatalok egymással. Belenézett az öreg asszony a tükörbe, ő se látott még ilyet soha, elmosolyodott, de annyira nevetett, a könnye is kicsordult. Ugyan már mit beszélsz, lányom? Hiszen egy vén banya van ebben a képben. Még foga sincsen, nézd csak meg! A lány viszont fölháborodott. Hát azt gondolod, hogy hazudok én? Hát én esküszöm, bizony egy fiatal lány van abban a képben. Na aztán szót követett, jól össze is perlekedtek. Nem sokkal később hazajött az após, és őt is bevonták a vitába. Tegyen mégis köztük igazságot. Megkérték, nézzen ő is a tükörbe. Belenézett, azt pedig azt mondja, ahogyan asszonyok, ostobák vagytok ti. Hát látjátok, ez egy férfi ember, kicsit megfáradt öreg, de akkor is egy férfi ember. Na aztán mindegyik őjük mondta a maga igazát, összeviszatkoztak, összeperlekedtek. Addig, míg nem aztán egy kisfiú meg nem jelent az ablaknál, és meg nem hallotta ezt a vitát. Ekkor behívták a szobába, és őt kérték meg. Na fiam, gyere ide, nézzél bele ebbe a képbe, mondd meg nekünk, hogy kinek van igaza. A kisfiú belenézett abba a tükörbe, és hát mit látott saját magát? Egy kis kölyköt, aki mosolygott, kócos volt és sáros volt neki a kis feje, meg az arcoskája is. Viszont a fiú fölháborodott. Hát te vigyorogszál? Hát te grimaszolsz ugyanúgy, ahogy én? Ráadásul olyan játékod is van, mint nekem? Na megállj csak te gazfickó, mondta a tükörnek. Majd mindjárt megmutatom én, hogy ki az erőse. Azzal nagy haraggal belevágott egyet a tükörnek. A tükör pedig 1000 darabra törött össze. Ettől a pillanattól kezdődően ebben a faluban ugyanolyan boldogságban éltek tovább az emberek, mint az. És ha ez nem így történt volna, akkor az én mesém is tovább tartott volna. De így volt, mese volt, amit mondtam, igaz volt. Itt a vége, fuss el véle, szaladj vele a világot közepébe. És ha nem hiszed, hát akkor járjál utána. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen szép számban összegyűltünk itt erre a kis érdekes játékra. Én azt gondolom, hogy ez nem előadás, hanem inkább egy kicsit ilyen foglalkozás, inkább játék, inkább szóval szándékosan adtuk azt a címet, hogy önismeret, illetve az a címe, hogy önszeretet, önismeret, mert hogy rendkívül fontos dolog az önismeret, és rendkívül fontos dolog az önszeretet. Ugye, hogyha minket, ha mi saját magunk, nem vagyunk jóba saját magunkkal, akkor hogy várhatnánk el, hogy bárki jóba legyen velünk, vagy hogy várhatnánk el, hogyha mi nem szeretjük saját magunkat, akkor hogy várjuk el, hogy más szeressen. Főleg, hogy elvileg mi ismerjük saját magunkat legjobban. Tehát aki meg kevésbé ismer, az meg... Szóval, hogy is van ez? Na hát igen, ám csak, hogy mint ahogy a mese is mondja, hogy hol volt, hol nem volt, valamikor egyszer megszülettünk,
Ugye, és onnantól, hogy megszülettünk, folyamatos változásban vagyunk. Majd erre fogunk utalni, itt a diák között is található egy-két kedves kis fotó, hogy ugye amikor megszületünk, akkor egy ilyen baba formában jövünk, egy ilyen kis imádnivaló kisgyermek alakjában, aki teljes szeretettel van a környezete felé. Ugye a legnagyobb öröm és a legnagyobb szeretet egy gyermekből sugárzik. Mindent a maga tisztaságában fogad el, és úgy is reagál, és úgy is létezik. Tehát, ha visszagondolunk, hogy mi mindannyian így születtünk, így jöttünk, és hát egy baba arcán ez teljesen ott is van, és sugárzik róla. És hát ahogy múlik, telik az idő, ahogy mindannyian folyamatos változásban vagyunk, úgy a megélt dolgaink, a megélt érzéseink, a tanult különböző elszenvedett vagy örömmel megélt napjaink rajta hagyják a nyomot az arcunkon, az egész testünkön, vagy akár a tartásunkon is. Ugye nagyon sokszor látni olyan embert, hogy így akár idős embert, hogy így szó szerint így megy, ugye? Tehát teljesen látni, hogy elfáradt, megfáradt, hogy cipeli a sok-sok éves súlyát, vagy az élete súlyát. Aztán lehet látni fiatal, akár fiatal hölgyeket magasabb cipőbe, kifestve, ugye, és ővé az egész világ. Tehát egy olyan metakommunikációban működik, mert mindjárt mondom ezt is, hogy ugye, hogy is van ez, hogy sugárzik róla, hogy ő egy magabiztos ember ebben a világban, és hát még nem tapasztalt meg egy csomó mindent, amitől esetleg majd óvatossá válik. Hogy is van ez? Úgy van, hogy minden, ami mi magunk vagyunk, az egy kommunikáció. Az egész létezésünk, tehát mi saját magunk, mint egy kód, mint egy könyv, úgy vagyunk itt, és elég nyitottan annak a számára, aki tud ebből olvasni. De nem kell ehhez kódfejtőnek lenni, hogy azért mondjuk belenézzünk a tükörbe és lássuk a saját magunk arcán, mondjuk, hogy el vagyunk fáradva, vagy mondjuk, hogy most éppen magabiztos, vagy éppen óvatos vagyok, mert ezt ugye legbelül mi magunkról tudjuk is. Na szóval, tehát amikor nem kommunikálunk verbálisan, tehát szóban, akkor az az összes többi az a metakommunikáció, ugye? Tehát a szavakon túli dolog. Minden gesztikulációnk, minden mozdulatunk, még az is, amikor nem csinálunk semmit, ugye amikor csak mozdulatlanul ülünk, vagy éppen teljes szótlanságban vagyunk, az is egyfajta kommunikáció. Tehát az is egyfajta megnyilvánulás, ahogy tetszik, egy szavak nélkül. Amikor verbálisan kommunikálunk, az egy ilyen nagyon sokat beszélő embernél mondjuk 5%. A nonverbális kommunikációja meg 95%. Ugye ezt szokták mondani, hogy hiába van, amikor valaki vizet prédikál abba az 5%-ba, és 95%-ba meg bort iszik, ugye? Tehát hiába beszél 5%-ba, vagy esetleg 3%-ba mondja a gyereknek, hogy de édes fiam, ugye azt mondja, hogy majd adok én neked, ha rágyújtasz arra a cigarettára, de közben az illető mondjuk 20-30 éve dohányos. És lehet ő az édesapja, vagy lehet egy tanára, nem lesz hiteles. Hiszen mi történik? Ugye? Mást mond és más cselekszik. És a cselekedetének sokkal nagyobb százaléka, ez az úgynevezett nonverbális kommunikáció. Úgyhogy, hát hogy is néz majd ki ez a nonverbális kommunikáció, amit mindannyian folytatunk minden pillanatunkban, létezésünk minden pillanatában. Erről fog szólni egy kicsit részletesebben majd az a párdia, amit Péter nagy-nagy szorgalommal állított össze. Ez nem titok, tényleg ő az, tehát ugye ha már funkciókról beszélünk, tehát ő az, aki a legnagyobb türelemmel nekiül és beállítja, és pontosan annak olyannak kell lennie,
úgy állítja, úgy rakja olyan türelemet, amire én nem vagyok képes, mert én meg csináljuk, menjünk. Más a hozzáállás, más az alapfunkció, ugye? És hát akkor vagyunk jól a saját életutunkon, hogyha a saját funkcióink szerinti vágányon vagyunk, más néven, hogyha amilyenek vagyunk, olyan munkában tudunk működni, tehát olyan közegben, vagy akár amilyenek vagyunk, ugye a hasonló a hasonlóval tud jól kapcsolódni, tehát azokkal tudunk nagyon jól együttműködni, akivel hasonlóak ezek az úgynevezett szerkezet funkciói. Ezt szokták is vizsgálni különböző cégeknél, hogy fantasztikus ez a cica. Különböző cégeknél, ahol van erre kapacitás, vagy van erre esetleg egy ilyen, most már biztos, hogy megörökítettek. Szóval ez egy különleges nap, mert még egy négy lábú kedves vendég is. Tehát van erre külön kapacitások, megnézni, hogy hol állítsanak össze egy tímet, és mondjuk azokat az embereket, akik megfelelő módon tudnak együtt dolgozni, azokat rakják egy csoportba, és nyilván nem célszerű a nem egyféle módon gondolkodó, vagy egyféle módon húzó embereket összerakni, mert abból előbb-utóbb probléma lesz. Mondok egy példát, tehát mondjuk van egy olyan emberke, akinek elég jelentős mondjuk agykapacitása van, tehát az azt jelenti, hogy ő egy gondolkodó ember, ő egy megfontolt, egy sokat gondolkodó, egy megfontoló, ugye az elme ember, arra is szokták mondani. Ha emlékeztek, vagy emlékeznek a Dr. Agy című mesére, vagy a figurára, ugye hogy abszolút jellegzetes a nagy koponya, a nagy fej, hogy ugye ő egy alapgondolkodó, tehát ő egy ennek a megformálója, ha úgy tetszik. És van egy másik fajta ember, amelyik inkább cselekszik, ugye? Annak pedig általában az áll kapcsolat sokkal erőteljesebb. Tehát a szerkezet funkciókban az a lényeg, hogy hol van több, tehát ezt mi is látjuk, ha magunkat megnézzük a tükörben, látjuk, hogy hol van, melyik területen vagyunk, hogy úgymond erősebbek, hol van a túlsúly, ha úgy tetszik. De ha már itt tartunk, akkor a testkódnak a felosztása alapján szépen három részre tagoljuk az arcot, és mégpedig úgy, hogy ez a szemöldök fölötti terület, ugye a homlok és a fej tető területe, az az egyik rész, ha úgy tetszik, aztán így ez a szemöldök és az orr alatti terület a következő, és lent a harmadik. Tehát ez a rész ugye nem nagyon nehéz kitalálni, ez az elme, a gondolkodás, ha úgy tetszik, a szellem terület, vagy a szellemi területünk, míg a középső rész az pedig az érzelmeké. Érdemes majd egy kicsit ezzel játszani, ha úgy mondjuk tévét néznek, vagy néztek, vagy egy színházba bekeverednek az emberek, akkor lehet látni, hogy a színész, akinek óriási érzelmeket kell megjeleníteni, a színészeknek általában ez a terület rendkívül hosszú, tehát sokkal, sokkal dominánsabb, sokkal jelentősebb az arcából ez a rész, mint az átlag többi embernek. Vagy például a zenészeket meg lehet nézni, hiszen a zene az a csupa érzelemről szóló csoda. Tehát akár a nagy zeneszerzőinket, tehát mondjuk a Kodálynak a hosszú orrát, tehát ilyen tipikus, jellegzetes vonások. Tehát ugye ez a terület domináns, és itt történik egy csomó minden, hiszen amikor kifejezünk valamit, akkor a szemünk az, hogy szokták mondani, szinte ragyog, ugye, amikor valaki örül, amikor boldog, akkor benne van a szemében. Vagy hát ha sír, ha szomorú, akkor az is ugye ezen a területen, abban a pillanatban megjelenik, de az is megjelenik, ha el vagyunk fáradva. Majd erről külön említést teszünk az előadás során.
És hát az orr alatti terület az pedig az ösztön világunkat jelzi, tehát az a cselekvő ösztön rész, és ugye azt mondják, hogy akinek ez a része nagyon erős, az egy ilyen, gyerünk, csináljuk egy ilyen, tehát nem az, aki gondolkodik. Van egy, nem titok, van fönt a YouTube-on nagyon sok ilyen előadás, ami arcelemzésről szól, és itt megragadom az alkalmat, hogy van egy Halász Alexandra nevű hölgy, akinek nagyon jó előadásait lehet a YouTube-on megtalálni, és ő is említi ezeket a funkciókat, és nagyon jól mondja, hogy azért csinálja ezt a szerkezetfunkciós előadást, vagy akár ebből tréninget, mert hogy ez az egymás közötti megértést segíti. És hogy ebben a mai világunkban, ahol olyan nagyon sok a félreértés, minden olyan dolog, ami a megértésben segítségünkre van, az valóban hozzátesz a mindennapjaink körülményhez. Tehát a megértésben segít az, ha tudunk olvasni a kódokból. Egy picit, ha kérjem. Igen, van itt egy csoda ember, akit azért szoktak emlegetni elég gyakran. Hát ő ebben a témában ezt a három sort vettük tőle, és azt gondolom, hogy eléggé belős. Aki nem elégedett azzal, amilyen van, nem lenne elégedett azzal sem, amire vágyakozik. Ha lelkileg változol, változik a testen is. Ugye ez azt jelenti, hogy ha valaki éppen valamiben nagyon molyol, vagy amit az előbb mondtam, hogy elfárad, ugye az ráül a testre, megnyilvánul a testünknek a jeleiben, az arcunkon. De ha kialusszuk magunkat, ha regenerálódunk, vagy túljutunk azon a dolgon, amiben éppen, hogy úgy mondjam, molyolunk, akár az legyen egy vizsga, mondjuk valaki éppen diplomavizsgájára készül, vagy akár csak egy kresszvizsga, vagy akár csak jönnek az anyósi a látogatóba, és hát meg akar felelni az illető. Tehát jelenthet egy csomó dolog az életünkben olyat, amitől, hogy úgy mondjam, stresszbe kerülünk, és ez megnyilvánul a működésünkben. Aztán, hogyha ez elmúlik, akkor helyreáll az egyensúly, és akkor az látszódni fog újra az arcunkon és a testünkön. Aztán van olyan is, amikor valaki borzasztó módon elégedetlen azzal, amit a tükörben önmagáról lát, pedig azt mondják, hogy ugye a test a lélek színpada. Van egy pár ilyen, a magyar nyelv olyan csodálatos, és nagyon sok ilyen elszólása van. Tudnátok esetleg, vagy tudnának esetleg egy pár ilyet összehozni? Mint ahogy mondtam például, hogy a test a lélek színpada, vagy hogy a szem a lélek tükre. Mondj. Babics Mihály idézetet szeretnék csak. Hasonló, hogy mindenik ember lelkében dal van, és minden ember önmagát hallgatja a dalban. És akinek szépen szól a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Igen, tehát, de van még ilyen egy csomó, amit úgy nap mint nap használunk. Tehát én arra gondoltam, hogy így együtt összerakjuk, de nagyon csak vagyunk. Lógatja. Jó, semmi baj. Azt mondja, hogy lógatja az orrát. Igen, tökéletes, lógatja az orrát, így van. Kivinteti ágyát ugyan számot. Ez is igaz, így van. Mondjuk ez a szerkezet funkciókban, hogyha időben elmegy aludni, ugye, akkor ideje lesz kipihenni, ha már itt tartunk a pihenésnél, ideje lesz regenerálódni. De ott elhangzott, hogy fennhordja az orrát. Igen, tehát ez is egy ugye jelenleg. Keresztülnél az rajta, igen. Büszkén jár, igen. Olmos a cipője. Olmos a cipője. Olmos, igen, hogy nehezen, igen.
hogy ketté áll a füle tőle, olyat ketté áll, ketté igen, áll a füle tőle. Ketté áll a füle tőle, igen. Jó, tehát hogy használjuk ezeket a kifejezéseket. A szemes áll jó. Szemes áll, igen. Szemeserebben, így van, igen. És kinek áll a világ? Ugye, hogy nagyon sok ilyenünk van. Na, köszönöm, egy kicsit melegettünk. Na, szóval van olyan, hogy például van egy Dan Millman nevű lelkecske, akinek van egy olyan könyv, aminek az a címe, hogy Test a lélek színpada. És hát, mint kineziológus mi is tudjuk azt, hogy van olyan, hogy mondjuk így jön be az illető, és így megy ki. Tehát, hogy ugye valami szó szerint helyre került az életében, valami megértett, elfogadott, elengedett, és visszaáll az egyensúly, visszaáll a harmónia. Tehát ugye ahogy a lelkében visszaáll a harmónia, leköveti a test. Igen ám, de előfordul, hogy valaki abszolút nem hajlandó elfogadni azt, amit a tükörben lát. Vagy nem hajlandó azt látni a tükörben, amit a tükör mutat. Ugye? És ez egy elég komoly probléma, mert abban a pillanatban ki esik a saját egyensúlyából, tehát vagy mert nem reális az önmagával való kapcsolata, az önértékelése, ha úgy tetszik, vagy az önismerete, vagy valamiért olyan félrecsúszott módon működik, hogy nem tud elfogadni dolgokat, és akkor úgymond tovább megy, és lesz belőle az úgynevezett plasztikai sebészet, ami hát borzalmas dolgokat tud művelni, ugye, mert ez azért van, hogyha a plasztikai sebészet abban segít, ami a színpadon egyébként is zajlik, akkor lehet, hogy tudnak maradandót alkotni valóban a plasztikai sebészek, és nem fog visszarendeződni a dolog. De ha ez a plasztikai sebészet ellentétben megy, tehát egy másik utcába, egy másik irányba viszi a szerkezet funkciókat, mint ami egyébként is az illetőnek a habitusa, a működése, akkor az vissza fog rendeződni. És hát nincs mese, tudomásul kell vennünk, hogy van egy időfaktor, amivel hát egy darabig lehenne, úgy tűnik nem érdemes küzdeni. És ugye, ha ezzel valaki megbékél, akkor lehet látni nagyon-nagyon szép sugárzóan idős embereket, akinek ott van a szemében a lelkének az öröme, és lehet látni, hogy ő megbékélve van jelen az életében, akár hány éves is. Hát itt látunk egy elég ismert embert. Itt az előző egyébként Stallone-nek az édesanyját mutatta az előző fotó, ő pedig hát ugye Janet Jackson. Itt egy kicsit érdemes elidőzni, majd lesz szó az orrnak a méretéről, ugye ez látszik, hogy ugye az ő születésénél adódó, tehát ugye az ember típusból adódóan van egy szerkezet funkciója az orrnak, ugye a fekete bőrű embereknek általában széles ez az orr cimpa, igen, és ugye ebben nem volt ő kibékülve, és lehet látni a képen, hogy hát elég rendesen átszakták az orrocskáját. Szerintem pedig úgy is aranyos volt, de hát nem volt meg még kibékülve vele, vagy megbékülve vele. Jó. Hát azt hiszem, hogy így nagyon hirtelen bevezetőben írtam még olyat, hogy töri a fejét, kimutatja a fogafehérjét, homlok egyenes, más mond, ugye? Homlok egyenes, mást mond és más csinál. Vagy hogy ragyog a szeme. És hát azt gondolom, hogy átadom a szót az én kedvesemnek, és majd amikor odaérünk, akkor majd jelentkezem szólás. Szervusztok!
tartalom jegyzékszerűség itt a tanfolyam részhez, ami nem tanfolyam, hanem egy önismeret legyen talán. Ugye, hogy a külsőn megmutatja, hogy milyenek vagyunk. Van mögött egy kérdőjel zárójelben, ez direkt van ott, hogy megmutatja, akarjuk, hogy megmutatódjon, akarjuk, hogy tudjanak olvasni belőlünk, vagy pedig hordunk egy állarcot, hogy ne ismerjenek meg. De azért ez nem haszontalan, ha tudjuk, hogy a másik az éppen akkor milyen. Kedvesen már mondta, hogy az arcról lesz főleg szó, illetve egy kis test és kéz a legvégén, és arra akarunk majd mindig figyelmeztetni mindenkit, hogy amit elmondunk, az nem egy ilyen mózesi belevésett valami a kőtáblában, hanem ezek tendenciák. Tehát sehogy se vegyétek úgy, hogy most valakiről mondunk valamit, valakire ránézünk, hogy ő ilyen a homloka vagy a szemöldöke, akkor ő hátha nem olyan, csak éppen olyan irányba változik, amilyen akar lenni egy dolog, de ha a külsője mondjuk még a múltját tükrözi. Szemöldökkel szeretném kezdeni. Van olyan, hogy a szemöldökeink magassága azonos, talán jól látszik. És akkor most, ha van tükör, de hogy javasoltuk is, hogy legyen, akkor nézzétek. Kettőt tudok még adni. Vagy egymásra nézzetek, szomszédok. És egy kis önismerettel, tehát ha a szemöldökeink azonos magasságúak, az arról szólnak, mert a szemvonalhoz képest, hogy az ember az hogy kiszámítható, következetes. Önmaga felé is így igaz, meg így igaz mondjuk a kapcsolatai felé. Egy pillanat csak, ami megy körbe egy vadag papíros, azt nem muszáj tölteni, el lehet vinni haza otthon, belenézel a tükörbe és be tudod jegyezgetni, ez csak egy kis segítség, hogy könnyebb legyen önmagadat, hogy is mondjam, csak azonosítani, vagy elemezni, jó? Aki gondolja, azért nyugodtan eljátszhat vele. Köszönöm. És hogyha különböző az a szemöldök magasság, az néha következetlen. De ennek van jó oldala, mert hogyha neki kell hirtelen más álláspontot felvennie, akkor ő rögtön stresszbe kerülhet. Hát mindig van mindennek két oldala, és azért hangsúlyozzuk, hogy ez nem egy szentírás, hogy most ilyen vagy, mert így nézel ki, hanem hogy viselkedsz, amikor nyugalomban vagy, és hogy viselkedsz, amikor stresszben vagy. Ugye ez egy kinezőlog, benyagból vett dolgok, a Vambénnek van ez a testvérta a folyamat, onnan szedtünk egy csomó ismeretet, meg hát tanultok a tanfolyamon, de mindig az annyi lényeg, hogy ezek használható dolgok. És hogyha valakinek, akinek ilyen a szemöldöke, annak kell mindig kiállnia valami mellett, az neki nehéz esetleg. Viszont könnyebben azonosulni a más véleményével, könnyebben megérti a másik véleményét. Jó? Tehát így kell ezeket érteni. Tehát mondjuk egyszerű, ha ilyen a főnök, akkor ne akard meggyőzni. Akkor keressünk majd másik szerkezet funkciót benne, amin keresztül majd meg lehet küzdeni a főnököt. Hogy helyezkedik el a szemöldök a szemek felett? Itt a magasságot nézzük abszolút értékben, majd relatív értékben szinte. Hogyha alacsonyan van a szemöldök a szemek felett, akkor ugye szoktunk is úgy nézni, hogy összehúzott szemmel, szemöldökkel közelre fókuszálunk, nézzük azt, hogy mi van a részletekben, közelre akarunk látni elsősorban. Ő egyedül látó, amikor jól érzi magát. Ugyanakkor stresszben lehet, hogy megzavarja az, hogy az, amit ő lát, az nem úgy van, mert félrevezetődött vagy más lát, mint amit igazából gondolt, hogy majd fog látni. Ezek megint ilyen összefüggésekben kell értelmezni, hogy stresszben lemerevedhet egy ilyen ember. Az, akinek a szemöldöke viszont magasan van,
a személyhez képest, az egy teljesen más világ, ő távolságtartó, de távolságban a szemöldöke meg a szemek között, ő egy távolságtartó, ugyanakkor lehet, hogy ő már távolabbról meglát és megérez dolgokat. És ha már itt tartunk, említi a egyik videójában a Alexandra, ide már Dozsi úta, hogyha aluljáróban jön a kéregető, biztos, hogy melyik embert fogja megkörnyékezni? Azt, akinek alacsony szemöldöke van, vagy alacsonyabb, mert a másik az távolságtartó. Ő a kis hercegnősen rögtön a tekintetében, megjelenésével elűzi szinte, vagy távolságtartásra kényszeríti azt, aki jönne hozzá mondjuk koldulni, vagy kéregetni, vagy osztogatni egy reklámanyagot. Ha egy pillanatra visszagondoltok az első dián lévő királynőre, ugye Orfejke hétörpébe az anya királynőre, akiről tudjuk, hogy egy gonosz boszorka, ugye az ő szemöldöke is egy ilyen nagyon-nagyon íves szemöldök volt, hogy na hát aztán nem jöhet hozzám senki sem közel. Volt szó arról, hogy plasztikai sebészek. Nem hangsúlyozta Dozsi talán ki, hogy tulajdonképpen a hölgyek sminkelnek. Szemöldő kiszedés, meg a kihúzzuk a teruzával, ez mind-mind azért van, hogy valamilyen játékba menjünk az életünk során, hogy valamilyen, akár nem is ismert szemkódot, vagy arckódot akarunk magunkra föltenni, ilyenekké váljunk egy picit kifelé. Illetve ebben a sminkelős dologban ugye elég komoly nyomás van a társadalmi megtelevízze, inkább azt mondom, hogy a divat, illetve a média által diktált, hogy úgy mondjam, formát kapjuk elég rendesen, és ugye, hogyha valaki ezt úgy felveszi, akkor igyekszik minél inkább megfelelni ennek. Ugye van bizonyos időszak, amikor trendi színek vannak, vagy frizurák, vagy éppen most ez a trendi, mit tudom én, szemfestés szín, mert hogy ez sem minden. Hadd mutassak erre két fotót, ugye hát az ő szemöldöke szinte a szempillájába összeír az úrnak, és a magasan ülő, vagy magasan lévő szemöldök pedig valahogy így fest, egy életszerű képnek. Aztán vannak ennyire extrák is, de hát ez már tényleg is ilyen a kiszedett szemöldök, nagyon megcsinált szemöldök, nagyon... De mondjuk a színésznő a színpadon így kell, hogy kinézzen bizonyos figura eljátszásakor. Hát hogyha a főnök így néz ki, akkor az megnyadott, nem? A szemöldök íve, ami többféle lehet, hogyha vízszintes, egyenes magasságot most nem nézzük, akkor ő zárkózott. Ő nehezebben kommunikál, kevésbé jár emberek közé. Mindenki magára gondol, vagy rám néz, vagy valakire látja azt, hogy ez milyen típus. Ez is hasznos lehet arra, hogy ezt ismerjétek. Hogyha ez a szemöldök így félkörüves, akkor az ember könnyebb rak össze puzzle darabokat, integrál. Tehát ő úgy össze tudja rakni a rádióban, hallott híreket a körülötte történt eseményekkel, és abból ő nagyon jó stratéga lehet. Említettük, hogy ha választhatunk magunknak munkatársakat, akkor talán ilyenre is szükség van, aki leül és molyol, és valamit csinál, de szüksége van egy integrálóra, aki viszont összerakja a sok információból a jelentést a nagyfőnök felé. Szintén szükség van olyan emberre, akinek megtörik a szemöldöke, a szemek bogora magasságában kell nézni ezt a törést, ő alkotó típusú. De ilyenné is lehet kiszedni, aki ilyennek akar látszódni. Tehát azért hangsúlyozom ezt, hogy ez fontos. És akkor vannak a színészi alkatú szemöldökök,
aki szintén, aki íves is, meg is törik, de ez egyrészt magasabban van itt rajzolva a szem fölött, másrészt pedig a fölfelé emelkedő szemöldök a végén hajlik vissza egy picit. Jó, tükörnézés meg volt, mindenki magára is ment, tudják, hogy milyen, és ugye, ahogy majd fogjuk is mondani, meg már mondtuk is, hogy egy kisbaba olyan, mint egy másik kisbaba alapvetően. Tehát gyönyörű, hamvas, finom, gyerekted, és hogy miért pont ilyenné válunk, miért pont ilyenek leszünk, ez egyrészt, mert hozunk valami valahonnan, illetve kapunk egy csomó instrukciót az élettől, amit vagy választunk, vagy rácsúz az élet, és ennek hatására változunk. És többen mondták azt, hogy ha 25 év fölött megnézem, hogy nézel ki, akkor az már te külsőd, az már téged valószínűleg hogy tükröz, mert ilyenné váltál, hogy én akartál lenni. Ugyanezek a két hölgy, gondolom, sokan felismertétek. A szemöldöke mennyire másképp van kiszedve, mint fiatal lánykorában. Ez a színészi drámaiakat még rásegített magának egy lapáttal erre a dologra. És mi az, amit esetleg észrevesztek a két fotó között? Orra. Erről még később lesz szó, de azt is átműtette egy kicsit. Jó. Hát és a szája, ami ugye a gyönyörű színésztőnek, van egy elég kihangsúlyozott valami, ugye amit mondtunk, hogy ez az ösztön terület, tehát egy nagyon rúzs érzelmű, a világban rendelkező ember. A szemek távolsága a következő téma, hogyha a szemek közelülnek egymáshoz, akkor megnézem, ez a közelre figyelés, a közelre néző tekintetű, ez a revizor szemüveg, vagy revizor szem, aki arra fókuszál, ami előtte van és közel van, és nagyon élesen észreveszi a hibákat. Azt még hadd említsem meg, hogy ugye többféle kontextusban élünk. Élünk magunkkal, a tükrünkkel szemben, élünk egy családban, élünk munkatársakkal, élünk közösségekben. És lehet, hogy egy revizor típusú ember a munkahelyen kiváló, mert hát az a dolga, hogy észrevegye, hogy valaki ütötte a írógépen a zsébetűt, és 2 S-sel írta le. Ugyanakkor, hogyha van neki egy 3 éves gyereke, és egyfolytában azt nézi, hogy tiszta a környe, megmoste a fogát, hogy rendben van-e téve a ruhája, idő után már hát, ha a gyerek agyára megy, és átalakítja majd valamilyenre azt a kisgyereket. Mert hatunk egymásra mindig, minden körülmények között. A másik típusnál távoliak ezek a szemek. Azt szoktuk mondani, hogy ha a két szem belső vonala közé befér még egy ugyanolyan szem, akkor azonosak ezek a közepes állapotról beszélünk. A van kineziológia úgy is tárgyalja, hogy van általában A, B és C típusú jellemvonás. Én csak általában a két szélsőt tettem tőle, mert minek nézünk még egy hasonló ábrát, de ennek távol ülnek a szemei, azok a nagyobb szélességből figyeli a világot, nagyobb mélységben is belelát. Ugye a 3D-s mozikat is két kamerával veszik föl, ő ezt jobban látja a mélységeket, tehát ő másra való. Egy munkahelyen másra való, és másképp viselkedik egy családban. Mind a kettő hasznos, néha mind a kettő nehezen kezelhető. Stresszben is másképp viselkedik az, aki például nem hagyják neki, hogy észrevegye a hibákat.
mert törögni kell, hogy most nincs rá lehetőség. Az neki óriási baj, hogy ő látja, hogy rossz felé megy a szekér, és mégsem tehet ellene semmit sem. A másiknál, aki pedig toleráns és elnéző, két ilyen ember egymással össze van zárva, ugyanannál a feladatnál vannak, meg tudják egymást ténylegesen őríteni. A közeli szemünél ő szeret azonnal cselekedni, és hogyha nem tud, mert lebénítják, akkor harcban állóvá válik és rémülté. A másik típus az stresszben alkalmatlannál befelé fordulóvá válik. Két fénykép ezekre a szemtípusokra, hát látható, ugye? Közeli és a távoli. Mind a kettő magában lehet gyönyörű és lehet szép, teljesen minden, tényleg, hogy mikor, hogyan. Ez minden relatív. Hogy mekkora az íris nagysága a szem fehérjéhez képest, ez is jelent valamit. Akinek kicsi az írisze, ő egy erős érzéskontrollt gyakorol, főleg maga felé. Nem mer esetleg érezni, vagy nem tudja kimutatni az érzéseit. Vagy nem tud figyelni más érzéseit, nem veszi észre. Az, akinek nagy az írisze a szemfehérjéhez képest, az úgy sugárzik, abból az érzelem sugárzik kifelé. Dodi helyesen, ugye az Endi helyesen nézegeti közben tükörön magát, úgyhogy ti így csináljátok közben, és megállok, hogyha időt kértek, nagyon szívesen. Helyes. Tükrön mond meg. Hogy milyenek vagyunk? Egy kis magyarázó szöveg hozzá. Tehát a kicsi iriszű gyengétség által ösztönzött, erősugázó, stresszben cserben hagyott és rémülté válik. Hasonlót mondtam az előbb is. Akinek nagy az irisze, az azt mondja, hogy érzelmek nélkül nem lehet élni. Az érzelmek, ami vagyok, az vagyok, amit érzek, romantikus alkotóak. Még egy kicsit hasonlítsuk le, hogy ugye az, aki kontrollálja az érzéseit, az ugye mondjuk egy családon belül, hogyha tudjuk, hogy mondjuk a kamaszokra elég jellemző, hogy ő úgy kontrollálja az érzéseit, ugye? Majd aztán ez változik, vagy az egyik, vagy a másik irányba, de általában a kamasz az nem meri meg, nem is engedi, hogy esetleg szeretgessék őt, tehát hogy minden ilyen érzelmi megnyilvánulástól úgy távol áll, és a sajátját is általában kontrollálja, vagy a másik véglet, hogy ugye ilyen érzelmi hullámvasúton utazik, mint kamasz, a saját hormonális átalakulásából adódóan, és ugye azt sem tudja kezelni. Ha tudjuk, hogy ilyen az életünk párja, vagy a családban van ilyen emberke, akkor tehát sokszor jönnek kineziológiai oldásra, és ugye az életről mesél bárki, akivel dolgozunk, és elmondja, hogy ő bizony nem ölelték meg, amikor gyermek volt. Tehát hogy érzelmileg hiányzott neki ez a megélés, vagy ennek a megélésnek a lehetősége. És ha hoz fényképet, akkor arról kapásból tudjuk elmondani, hogy hát bizony, ha ilyen volt az anyukája vagy az apukája, akkor ő nem is tudta, hiszen minden érzelmét mindenét befelé elfojtott, mert muszáj volt kontrollálnia ugye az ő saját értékrendje szerint. Tehát, hogy ezeket jó tudni, hogy a családon belül is, ha ilyen ember van, akkor attól ne várjuk azt, hogy ekkora ovációval fog fogadni, mert minden érzését, minden érzelmét kontrollálja, és még adott esetben akár a másikéval sem tud mit kezdeni. Még ugye van ennek egy fordítottja, és hát ez a kép szerint tünemény is tökéletesen megmutatja, hogy érzélek meg, hogy mennyire
mennyire ott van, hogy kíváncsi vagyok rád, látni akarlak. És az is mögötte van, hogy ő meg is mutatja önmagát. Hát neki nincsenek olyan félelmei, hogy kihasználják, hogyha megmutatja magát. Gyakran nálunk azért zárkozottan, meg kontrollál kerülünk, mert attól félünk, hogy visszajönnek azzal, amit látnak rajtunk, vagy bennünk megtapasztalnak. A szemeknél... Az, hogy a kirtét megint magáján beszél, hogy a szemeknek az íve felfelé vagy lefelé kanyarodik egy kicsit. Ez megint az a típus, hogy aki felfelé kicsit távolabban néz, egyensúlyra törekszik, aki lefelé néz, lefelé gyűrül a felső szem íja, ő a hiányosságokra fókuszál jobban. Megnéztétek. Ez is egy fontos dolog, a szemhéj eltakadtsága. Akinek a szemhéja folyamatosan látszik valamilyen szintig, kisebb-nagyobb mértékben, őre az jellemző, hogy gyorsan dönt. Az, akinek ez nem látszik, mint nekem, ő egy analizáló típus. Az, akinek látszik, hogy gyorsan dönt, mert nyitottan lát, és inkább a hölgyekre jellemző, a másik oldal, viszont meg akarja érteni azt, amit lát, tudni akarja, hogy a másik mit, miért akar csinálni, és miért érez, még arra is kíváncsi, és utána ez alapján fog lassabban, hosszabb idő után döntést hozni és cselekedni. Ez főleg ugye a férfiakra jellemző. Erre is van két kép. Ugye itt látszik ez a szemhéjnak a felső része, ami mindig szabad, és mindig mutatja, hogy ő egy gyorsabban döntő valaki. Ami fontos és hangsúlyozni szeretném, hogy itt érzelmekről is beszélünk nagyon gyakran. Az érzelmekről szóló döntéseknél is ez megvan, ez a két különbség, akinek a szemhéja jobban látszik, az gyorsabban veszi esetleg a adást az érzelmek területén. A másik oldal óvatosabban és lassabban veszi ezeket. A szemektől haladunk kicsit tovább. Az, hogy milyen, van-e egyáltalán ránc az orrunk vonalában, orrunk fölött, a szemünkünk között, ez is jelez valamit. Ugye a baba arcon biztos, hogy ott nincsen ránc. Baba az ösztönösen, őszintén, nyíltan, kommunikál, nyíltan jelenik meg. Aki összeráncolja mindig ezt a területét, az nem csak azért van, mert nem fogy nála napszemüvege, hanem azért is van, mert ő sokat követel magától is, és másoktól is. Milyenné vált? Illetve egy bizonyos életkor után, ugye nem csak azért, mert nem jól látunk és a szemüveg miatt táncoljuk, hanem valahogy felnőrünk, és komolyabban veszük a feladatokat, vagy a csoda tudja, hogy milyen, de ugye ezek a bevésődő ráncok azért az életkor előre haladtával jobban megmutatkoznak. Nem igen láttam olyan 60-70 éves embert, akinek nincsen valamilyen kicsit. Hadd szóljak ki innen a szobat, és bocsássatok meg. Ráéztem a Pável Pistire. Neki nincs középen ráncolva. Hát ugye egy fő, aki szereti a mesét. Nem hallottam én. Tisztelt. Valamennyi. Nekik?
is gyorsan dönt. Azt nem is mondtuk ugye, hogy ez a terület a terület a hatodik csakránknak. A koponyán belül a honlap meremegségével szeretnénk folytatni. Akinek ilyen lapos a homloka, mint a norvégoknak. Az Óga-tenger, azok eredménycentrikus emberek általában. Tehát úgy pasítanak bele a levegőbe, menet szélben is jobb ez a fejforma, a lépára. Ők itt előre akarnak figyelni, el akarnak valami térni. Az, akinek a homlokvonala függőlegesebb sokkal, hogy a folyamatra fókuszál. Ő szeret benne lenni valamiben, és nem annyira várja a végét, akinek lapos hátrahajló homloka, az viszont ütemezetten, felszerűen, bármilyen módon, de szeretne valamit elérni. Ha most megnéznénk mondjuk a jégkorong válogatottat, vagy a futball válogatottat, vagy mondjuk a sportolók nagy részét, ugye abszolút eredménycentrikusak, és mondjuk ha ott van a korongozik a pályán, akkor nem igen ér el gondolkodni, hogy most elinduljak, ne induljak, tehát nem lehet elemezni abban a szituációban, hogy mi lenne a legjobb megoldás, és majd a háromféle megoldásból statisztikai adatok alapján eldöntöm, hogy melyik irányba induljak, hanem azonnal indulnia kell, tehát nyilván az az eredménycentrikus homlok lesz a jellemző rájuk, és valószínűleg még egy erős állkapocs, ami szintén ugye azt mondja, hogy az ösztönvilágukból erőteljesebben vannak jelen, tehát hogy mondjam, jobban a földön vannak, jobban tudják csinálni, menni. Tehát ez a jellemző, míg a másik, ugye, az pedig egy analizáló, egy gondolkodó koponya. Igen, nagyjából elmondtuk. Ami fontos még, hogy neki időre van szüksége ahhoz, hogy meg tudja érvelni a gondolatait, nem vagy ilyen jégkorongos játékosnak. Ha viszont nem ér rá végig gondolni, akkor befeszül és akkor haragossá válik, akkor kerül stresszbe. Kisgyerekek ilyen. Hát a kisgyerekeknek még általában úgy olyan kis képen is van. Köszönjük a felvezetést. Szép tudatos hangon. És ugye amikor a gyereket nem hagyjuk, hogy valami, amiben éppen molyol, akkor nagyon tudja mondani, hogy azt már pedig hagyjuk békén, mert ő abban van benne, és ő csinálni akarja. Tehát, hogyha nem hagyjuk rá elég időt. A gyermek törődni kell, az nem érdekli. Amivel éppen szösszmötör, az viszont rájtálni kell. Jó, de ez nagyon fontos tudni saját magunk. Is, hogy, tehát én például tudom saját magamról, hogyha tehát én lebénulok, tehát úgy nem tudok dolgozni, hogy valaki ott áll a hátam mögött és várja az anyagot, amit el kell készíteni. Tehát én ott kész teljesen lemerevedett, tehát rám teljesen jellemző az, ami oldalra van írva. És ez fontos tudni magunkról, mert akkor hát úgy kell működni. Hagyjuk magunkat, hogy úgy működjünk, mert egyébként meg saját magunknak csinálunk stresszt. A következő dolog, ehhez nem tükör kell, mindenkit meg kell, hogy a tenyerét tegye rá fejére, hogyha érez rajta egy utacs fölötti részen egy kis hullámonnak, akkor ő főleg intuitív és telepatikus. Ha sima feje gúbja, akkor ő egy realista. Realistává vált, hiszen a csecsemőjé az eléggé olyan, hogy az a magának a fején van még többféle dolog meg hullámvonal. Megfigyelték és most közreadtuk. Megtaláltuk, ugye? Ha van. Egy másik irányból nézve a koponyát, az, akinek de Dozsi mondta, hogy doktora, aki nem doktora, típusú feje van. Tehát a fülektől fölfelé
szűkül, mint egy templombolt, az a templombolt ívva koponyája, ő a megőrző típus. Az a típus, akiről mondjuk végésztelt, aki a könyvtárban katalogizál szívesen, ehhez van kedve, aki otthon a spászban berakja sorba a befőtteket. Ez egy nagyon kellemes, pontos funkció, összehasonlítva azzal, akinek a füléltől fölfelé egy picikét még a koponyája fölfelé szélesedik, ő viszont alkotni akar. Egy kicsit, ha erre így ránézünk, akkor az egyik a tojáshoz hasonlít, ugye? Mi a jellemző egy tojásra? Na, nem lenne jó neki a letoknál, mert törékeny, ugye? Tehát, hogy érzékeny, fontos neki, hogy jó helyen legyen, kényelemben legyen, míg a másik, az pedig egy ilyen, hát ilyen téglalapra hasonlító fejforma, ő pedig úgy stabilan el van, és azt szokták mondani, hogy az a fejforma a katonákra jellemző. Ő ugye kiválóan el van egy katonai fricsen, és kibírja mondjuk az egy hónapot az erdőbe a valamilyen gyakorlaton, vagy erre arra is, és ezt ő teljesen jól tűri és elviseli, míg a másik, annak nagyon fontos a kényelem, hogy minden úgy legyen, a tiszta ruha és a mindenféle majd. Találtunk erre két jó példát. Ismerted, ugye? Igen. A felügyelő úr, aki tényleg vasalt, piperkőt, bajuszkálja nekem ödölve, mindig olyan, hát ahogy Dozsi is mondta, ő az, aki megőrzi ezt a külsőt is, ugyanakkor figyelmes, és na most ki lesz a másik nyomozó, amit gondoltok? Kalambó. Nem mondtam. Tényleg az ő fejformája, ugye a füléltől fölfelé még haja is kihangsúlyozza, hogy szélesedik a feje, és az, aki minden lóg rajta, olyan, mint a kutyája körülbelül. És most csak arról beszéltünk, hogy milyen a fejformájuk. Ha megnéznék, milyen a szemöldöké a Bierónak, és milyen a szemöldöké a Kalambónak, tudjátok, akinek a szemöldöke vízszintes, az egy visszahúzódó zárkózott. Talán nem sokat beszél a filmjegyben. Figyelő egyfolytában beszél, sokat mond, közlékeny, és alkotó ezzel a híves szemöldökével. Az oldó például azonos. Igen, így van, és ugyanakkor a távolságot megtartja, ugye? Még a Kalambó bárkinek lenni. Igen. De eredményes mind a két fajta ember, ugyanabban a szakmában. Hát mint a fényjelenben. Az arc alakjára áttérve egy kicsit. Vannak a kerekarcúak. Ők a magabiztosak. A kisbaba kerekarccal koponyával születik, aztán ahogy nevelődünk, úgy válunk esetleg hosszúkás, arcúvá, tudatosabbakká, hogy vigyázzunk arra, hogy mikor kihez közelítünk, mit mondunk, hogy viselkedünk. Ehhez nem is kell talán tükör, mindenki ismeri magát annyira, hogy tudja. A kerekarcú azt mondja, hogy na, náhogy meg tudom csinálni, és azt frusztrálja, ha körülötte vannak óvatos emberek, hogy ő nem tudja. Pedig ezt föl lehet mászni a fára, azon tudunk menni keresztül a falon a folyó fölött, hogy nem meg bele nyomni. Neki elő van kellemetlenség. Az, aki viszont tanulással szerezte az önbizalmát, mint általában a hosszúgás arcúak, ő figyelmes, és nagyon nehezen viseli, amikor megkérdezik, hogy tényleg érte valamit, amit megtanult. És neki fontos, hogy elismerjék az eredményeit. Van egy kérdésem, ha szabad. Persze.
ugye most mind a két esetben egy nagyon szép szimmetrikus arcot látok. Igen. De akkor beszélhetünk erről, hogy... Körülöttem élő ember velem együtt, nem tökéletesen szimmetrikus az arcunk, hanem ez valami kettőséget jelent. Igen, akkor? Ugye úgy működünk, hogy van nekünk két testvértekénk, ugye, és ráadásul a két testvérteken keresztbe dolgozik. És ha valaki Karáti Tamás barátunk előadásából, a férfi-női működésből, ott Tamás kihangsúlyozta ezeket, de hát nyilván enélkül is azért tudjuk, hogy ugye mivel keresztbe vezérelt a két agyfélteke, és a két agyfélteke másféle beállítottságból működik, ugye az egyik az az érzelmi, a másik pedig maga az elme, az analizáló működésünk, úgy szokták mondani, hogy a női és a férfi oldalunk, és bizony amelyik oldalon esetleg sérülés ér bennünket, az az oldal, az ugye másképp működik, de azt is mondhatnánk, hogy amelyikben erősebbek vagyunk, az dominánsabb, és az arcunknak az a fele, az ott erősebbek. Tehát mindig ahol több van, avval vagyunk erősebbek, az működik jobban. Ugye a szépségkirálynők attól lesznek szépségkirálynők, hogy nagyon-nagyon szép, szimmetrikus az arcuk, tehát ugye meg a modelleknek, ugye azt válogatják össze modelleknek, vagy modellnek, akinek a két arca majdhogy nem teljesen egyforma. De ha valakinek így ide teszik a tükröt, akkor is lehet látni, hogy tehát ha saját magunkat mondjuk egy másik nagy tükör előtt így megnézni, akkor is látnánk, hogy a két arcunknak a fele azért mennyire különbözik. Főleg ez is úgy van, hogy ugye minél inkább, mondjuk például én elég nő létemre, elég férfias területen dolgozom benne a gyárban, kohászokkal, és azt is szokták mondani rám, hogy már én fiúsítva vagyok. Ráadásul fiúnak váltam, tehát abszolút ez a mentalitás benne, mert autót szeretem az apukámmal, tehát ilyen nagyon fiús megjelenés van, de azért van két gyönyörű gyerek, szerenem tehát azért más. Tehát lényeg az, hogy van, ami dominánsabb. Tehát akkor ezek a jegyek valahol megjelennek, és ennek megfelelően működünk. Viszont ha azon az oldalon, tehát azon a területen van sérülés, akkor az az oldal fog valamilyen úton, módon deformálódni, és ugye nem fog egyformán működni. Ugye ha valakit nagyon komoly sérülésért, ugye valamelyik oldali agyérzést szenved el az illető, akkor ez nagyon-nagyon erőteljesen kijön, hiszen az arcának az a fele esetleg lebénul, vagy az arc idegzsábánál szokták, tehát ott abszolút mutatja, hogy az arcnak az a fele, ha sérült, hogy akkor az ugye nem tud működni, nem tud reagálni, vagy hát ugye akár a testnek is az a fele. Jó, hát igen, sajnos ez van. Nem tudom, például a Sylvester Stallone, mondjuk róla nem tettünk képet, de hát ugye az ő arcát azért így előttünk van, tehát emlékszünk rá. Tehát ő nagyon-nagyon komoly különbözőség van a két arc fele között, és ezért abszolút azt mondták rá, hogy ő nem is alkalmas színésznek. Tehát nem tudom, hogy ezt valaki tudja róla, hogy milyen élettörténete van, hogy őnek az volt az álma, hogy ő megírja, ő fog forgatókönyvet írni, és a filmbe ő akarja eljátszani a főszerepet. És a forgatókönyvet már sokszor-sokszor megvették volna tőle, már mindenét eladta, már egyetlen kutyájával ült a producernek a háza előtt, hogy már pedig ezt akkor adja el neki a történetet, hogyha ő játszhatja el a főszerepet, és már semmilyen nem volt, csak a kutyája, és még a kutyáját is eladta,
És amikor ugye végre elfogadták, tehát nem is tudom mennyi ideig böjtöltek ki ezt a dolgot, és amikor végül belement a producer, hogy már rendben van, akkor visszavásárolt a kutust. Jó? Tehát, hogy ki tartott mellette, de őt abszolút ez miatt az arcforma különbözőség miatt azt mondták, hogy hát alkalmatlan arra, hogy ő színészként megjelenjen. És hát azért van erről példa. Ahogy mondtad is, a kelet, az arcra legjobb példák a gyerekek. És a hosszúkás arcra viszont, ahogy fejlődünk és cseperedünk, hát nagyon sok felnőttnek az arca hosszúkássá válik. Érdemes megnézni otthon a családi albumot, hogy milyenek voltunk és milyenek lettünk. Javaslom otthon ezt házba adni, és megyétek elő. Haladunk lejjebb a ösztönös zónon felé, az arcon, a fejen, akinek az állkapcsa széles, és széles hozzá az állak, ők a tekintés sugárzó, konfrontáló. A konfrontáló inkább azt jelenti, hogy ő kiáll magáért, kiáll mellett bármi ellen, akinek van önálló véleménye, és ő sem tudja képviselni. Akinek az arca hosszúkása, és mondjuk hegyes még hozzá az álla is, ők a meggondolt, megfontolt típusú emberek. Tükör nélkül megfogod, megsimogatod, és akkor megvan a válasz saját gondolatról. Néhány híres színésznő bekiabálással, jó? Az formáját tekintve, egyébként Haley Berry, én sem ismertem korábban, hogy ki ő, milyennek látszik. Tehát egy picikét kerek az arc formája, erős arccsontja van, az állkapcsa nem túl széles, de az álló kicsit hegyes. Hát mindenkivel van egy kis keverék. Hol ilyen, hol olyan lehet. Cameron Diaz. Azért ő sokkal-sokkal szélesebb állkapcsú, ugye? És az álló se annyira hegyes, mint az első hölgyi. Ez a Jessica Parker, ez egy tényleg elnyújtott, hosszúkás arcú, ő sokat tanult ebben az életben már gyerekkora óta, és keskeny az álla, más típus teljesen, megfontolt, óvatos. Nekem itt érdemes megnézni ezt a területet, hogy milyen hosszú. Igen, a szájától a szemben. Érzelmi működésű ember, óvatos. Szerintem nem az van. Igen. Jó, több ősebb kell akkor beszélni talán. És akkor még egy extra szélességű állkapocs. Ismeritek őt. Nagy harcos, azért azt tudjuk volna. Hát az harcos típus. Porcimpáról már volt szó, itt mind a három képet bent hagytuk. Akinek keskeny, pici, szűk az orcimpája, ő mások véleményére épít, meghallgatja, fontos neki, figyelembe veszi. Az, akinek nagyok az orcimpái, neki saját véleménye van, ő saját gondolatai alapján tud dönteni, arra támaszkodik. Arról is volt ugye már szó, hogy a fehér embereknek általában kisebb az orcimpája, a négereké jóval szélesebb. Az, aki kint él a természetben, annak szüksége is van, hogy jobban érezze mondjuk az illatokat, meg a különböző szagokat, jobban tudjon teljesítményt látni, levegőből több kell hozzá. Ez is benne van abban, hogy neki ott az erdő, amikor megvadászni, neki muszáj saját fizikai és szellemi képessége alapján lelőni ezt, vagy elkapni a vasárnak való. Nem igen érelmekéte, ez lőjén. Ismertek-e ezt az urat? Mostanában egy párszor láthattuk. Az USA új elnöke lesz. Milyen az orra? Én nem tudom, hogy ő milyen ember. És nem akarom véletlenül se beletáplálni bárkibe is, hogy ő kit képvisel, hogy a
saját véleményét, vagy pedig másét tükrözi el majd a 4 éves, vagy nem tudjuk hány éves elnökség ideje alatt, nem megláttuk. Az elődje egy picit más típus, ugye? Uh-huh. És majd meglátjuk, hogy a Trump milyen lesz, és ő is milyen volt a Obama, azt meg majd elmondjuk. A következő terület az ajkaink. Különbséget teszünk és vizsgáljuk, hogy milyen a felső és milyen az alsó ajkunk. A felső ajkuknak a magassággal, vastagsággal, tehetsége alapján megkülönböztetünk tömören fogalmazót, akinek keskeny a felső ajka, nem szívesen beszél, esetleg kevesebbet, azt is rövidebben mondja el, akinek magasabb, vastagabb, tehetebb, verbális típus, könnyebben beszél, többet beszél. Ha még ki is húzza, hogy ezt kihangsúlyozza, akkor még könnyebben fog talán neki menni, vagy ezt várják majd el jobban tőle, jobban kap szót. Ezt mind-mind tovább lehet gondolni. Nézzük az alsó ajkakat, hogyha vékony az alsó ajak, akkor ő meggondoltá vált többnyire. Az, akinek vastag az alsó ajka, ő könnyen ajándékoz, ő bőkező. Megnéztétek, megtaláltátok, alsó-felső megvan. Van itt egy gyerekcsoport, ők már nem csecsemők, hanem 10 pár évesek lehetnek a körül, és látszik az, hogy ki milyen. Az a zöldpólós kisfiú nagyon szél, vagy keskeny alsó-felső ajkúvá vált, vagy ilyen lett, vagy ilyen, nem tudjuk. Előtte levő kislánynak az alsó ajka nagyon vastag, bőkező, ajándékozó típus. Ez a kislány ugye fölül keskeny a szája széle az ajka, valószínűleg, hogy nem annyira kommunikatív, viszont az alsó szája azt mutatja, hogy ő azért ajándékozásra képes tud adni érzést mondjuk magából, nem csak fizikai tárgyra kell ilyenkor gondolni, bármi másra is lehet. Hogy milyen ívű a szántnak a széle, ez szerintem eléggé ismert, és erre van is azért mondásunk, akinek lefelé kanyarodik a szája széle, ők a pessimistább típusok, akinek egyenes, vagy picit fölfelé, ő optimista. Mindig egymáshoz képest vizsgáljuk magunkat a másikkal, vagy pedig két ember között így lehet megfigyelni, hogy milyenek vagyunk. És hát ugye olyan is van, hogy ez egy... Csak ugye, hogyha a jobb oldal hajlik lefelé, akkor főleg a anyagi dolgokban pessimista. Hogyha a másik az, akkor érzelmi dolgokban pessimista. Az orr alakja. Alapvetően kétféle ívű orrunk van, vagy lehet. Egyik a homorú, illetve a kicsit sasolt, lefelé gördülő. És hát van közben egyenes típus is. A homorú, a kisbabás, ő szolgálatkész. Ami jellemző a babákra, hogy folyamatban élnek, hogy jól érzik magukat, hogyha hagyják őket, és örülnek ösztönösen, ez az egyik dolog. Ha hagyjuk őket, jól érzik. Igen. A másik a sasor jellegű, az intézkedő alkat, aki szereti megmondani a tutit, aki szeret, hogy jobban szereti azt, hogyha ő a élharcos, és ő megmondhatja, és csinálhatja, amit akar. Külön kategória az orrhegynek az állása, hogyha picit fölfelé emelkedik, akkor ő bizalommal feltő optimista, ha lefelé hagyjuk az orrhegynek a vége, akkor szkeptikus, kételkedő a viselője. Pár szó a testekről.
csontunk, az a határ, amihez képest nézzük, hogy a lábunk, a csípőcsontunk, így illetve a csípőcsontunk fölfelé magasságunk belül az arányunk milyen. Hogyha a lábunk hosszabb, akkor inkább jobban szeretünk ülni. Aki jobban szeret ülni, az nem szeret mondjuk álló munkát végezni, az nehezebben áll ki egy színpadra. Ez egy csomó-csomó ilyen dolgot ilyenkor mindjárt el is van a metakommunikációba. Akinek a felső teste a hosszabb, a kisebb emberek jellemző általában, ők szívesebben vannak fönn, fürgébbek, többet tudnak menni. Tegnap Bozsival beszélgettünk, ő mondta, hogy akik el szoktak állulni iskolai ünnepségen gyerekek, azok általában a magas vékonyabbak, mert nem bírják az állást annyira. Szép volt, biztosan. Viszont ha tudjuk, hogy milyenek vagyunk, igyekezzünk akkor leülni, hogyha hosszabb a lábunk, vagy nyugodtan álljunk, hogyha alacsonyabbak vagyunk, és nem olyan hosszú a lábunk aránya önmagunkhoz képest. Ezeket jól ismerni magunkról. A kéz jellemzői. A hosszú vékony ujjúak inkább a fejüket használják. Akinek tömzsébb, rövidebb az ujja, az szívesebben végez fizikai munkát. Ez megint csak egy ilyen hajlam, alkat, ettől még hosszú ujjú is dolgozhat fizikai munkát, meg fordítva is, de lehet, hogy neki nem annyira könnyű az, mint a másik típusnak. Viszont egy asztalosnak vagy egy kőművesnek azért kell, hogy legyen erő a kezében. Van még egy másik? Anyag is van a kezében, hogy erő is legyen benne, hogy az a tonnása. Ezt korábban én sem tudtam magamról, nem is figyeltem meg. Nézzük meg, hogy a üvegujjunk meddig él a mutató ujjunk az első percéhez képest. Hogyha túllóg rajta, akkor energia munkán a viselője, ha rövidebb, akkor óvatosabban válja a felelősséget. Jobban megfontolja, hogy mit kezd el csinálni, mit csinál. Aztán, hogy a két kezünk is azonos módon hosszú, rövid, ott is vannak különbségek. Van egy nagyon különleges fajta kéz, amit talán többen ismertek. Hát, ő nem tudom, világító újakkal melyikőt rendelkezik, és meg is igazol ez a előző két meghatározás. Hát de haza tudod vele telefonálni. A kineziológiában nagyon tanítják a stressz három fokozatát. Ez a szem. Ahogy pillanatnyilag kinézünk, arról szól, hogyha a szemünk él, ha csillog, ha a lélek látszik rajta, akkor vagyunk jól összerakva, akkor jól működünk, helyünkön vagyunk, egészségesek vagyunk, lelkileg, szellemileg és talán testileg is. Hogyha a szemünk üvegessé válik, egy kicsit lassabban mozdul, akkor van egy kis első fokú stresszünk, ez egy fizikai érzéketlenség a konfliktusok iránt, ilyen kis depresszió felé induló állapot. Vagy ha nagyon durván ilyen, akkor ugye az is előfordul, hogy mondjuk drogos valakivel találkozik az illető, vagy ha nagyon beteg valakihez megyünk, mert kórházban, aki mondjuk ugye le van szedálva fájdalomcsillapítókat, és nem alszik éppen, hanem nyitva van a szeme, ő is lehet ilyen, szó szerint ilyen üveges tekintet, tehát hogy fizikailag ott van, de nem csillapítelem a tekintetébe, tehát a lelke valahol máshol.
A stressz nagyon jól kifejezi az, hogyha az iriszünk alatt megjelenik a szemünk fehérje. Egyenes mondani nézésre, nem fölfelé nézni, nem persze. És hogyha az egyik szem alatt van fehér rész, vagy mindkettő alatt, ez a stressznek a következő két fokozata. Tehát minél több fehérje kilátszik a szemünk bogara alatt, annál inkább vagyunk bajban. Ezt azt is szoktuk mondani, illetve amikor mi ezt tanultuk, hogy hogyha valaki ilyet látunk, hogy, tehát szó szerint ugye így néz ki a szemem. Ugye ez azért jön létre, mert amikor úgy rendben vagyunk, akkor az izmaink tartanak. Ugye a kineziológia is azt mondja, hogy amikor bajban vagyunk, amikor stresszben vagyunk, nem tart az izom. Amikor itt rengeteg picike izom van, és amikor valaki nagyon-nagyon stresszben van, akár tehát lehet, hogy nem is tud róla, csak bizonyos idő óta egy problémán molyol. Van valami olyan dolog az életében, ami a tudatalattiban folyamatosan dolgozik, és ezt kimeríti, elfárasztja, akkor ezek az izmok teljesen elfáradnak, és így lejön ez a szem alsó szemhéj tulajdonképpen. Tehát ezek az izmok a fáradtság miatt, a kimerültség miatt lejönnek, és ugye azért szoktuk azt mondani, hogy a stressznek az egyik fokozata, amikor így néz ki a szem, és amikor meg már mind a két szem, akkor az már nagyon-nagyon komoly stresszes állapot. Tehát ha mi magunkon ilyet észlelünk, akkor azonnal nyomás pihenni, akár úgy, hogy gyerünk be a kádba, a kádvízbe, és azonnal megadni magunknak valami olyan, hogy azt mondják, a jó meleg fürdő, az helyből stresszoldó. És igenis aludni és regenerálódni, tehát, hogy akármi az a probléma, ami miatt így néz ki az arcunk, akkor vegyük észre saját magunkon ezt a dolgot, és azonnal tudatosan tegyünk ellene, hogy helyre tudjuk, segítsük a testünk regenerálódását, és ugye nyilván az elmének a pihenését is. És hogyha pedig máson látunk ilyet, és az illető ismerős, vagy a közeli valaki, akkor tudni kell, hogy ő valamiben nagyon dolgozik, valami gondja van, valami molyol, valami miatt be van pörögve ebbe a valamilyen helyzetbe, be van szorítva, és ha tudunk, akkor nyilván érdemes rákérdezni, hogy tudunk-e neki valamiben segíteni, vagy jelezni, hogy pihennie kéne. És van egy, ugye a kriminálpszichológia nem mondja ki, hogy már pedig aki így néz ki, az mondjuk az valami bajhés emberke, de bizony előfordul, hogy valami bajt sejtett az, aki valaki hosszú távon így néz ki. Tehát az Alexandernak az előadásában ő elmondja, hogy elemezte a Diana hercegnőnek a fotóit, és amikor például a koronázás előtti fotón is látszott ez a stressz állapot, illetve a halála előtti időszakokban a fotón mind neki, mind a sofőrnek, illetve a kedvesének is ugyanígy látszott ez a stressz állapot a személyén. Én nem láttam a fotókat, ez az ő előadásából van idéző, de hogy abszolút sejtett valami problémát ez a fajta, tehát jelez a szervezetünk ezzel a fajta kinézéssel. Tehát tessék rá odafigyelni, ha ilyet látunk környezetben, vagy saját magunknak. A két fotó erre a állapotra. Ugye, hát egy üveges tekintetű linál van az üveg, és aztán most egy drogos vagy nem drogos, nem tudjuk, de ijesztésképpen ilyet is ő lehet tenni. Hát mondjuk itt azon a hölgyön beszélő annyira nem is látszik, de tehát mind a két személynél itt van a fehérje, a szem fehérje. Hivatkozásainkat, kiket használtunk föl, onnan javasoljuk olvasni, meg megnézni, tudom, például Halász Alexandrát
nagyon jó kérdés, és jól mondja a hölgy. Végezetül pár fotó, amit azért érdemes megnézni. Ugye hát innen indultunk el a kerekarcú világból, a kárgonyi pupillákkal, a hatalmas iriszekkel, a pisze órunkkal, a alulfölül bő ajkainkkal, mert hiszen itt még nem kaptunk élettől pofonokat, itt még merünk őszinték és nyíltak lenni. Érzésben, gondolatban nem viselkedünk, kecsemők azok ilyenek, ezt azért tudjátok. Hát a szimmetrikus arcra például ugye ez a hosszú hajú barna tökéletes, hogy mennyire szépen szimmetriára van az arca. De hát azt gondolom, olvassunk ebből. Mit tudunk erről az arcról elmondani? Egy kicsit. Botox. Botox. Hát nem gondolom, hogy az első kép. Van abban is. Ugye mondjuk a, nézzük a szemlegyeket a zöldnek. Egy picit kifelé, mivel azt szeretnék, hogy egy picit drámai színész alapban benne van, nem túl magasan hordja a szemlegyeket. Ez megint egy jellemző arra, hogy közel engedi az embereket magához, de úgy van kiszedve, hogy talán mégse annyira. A szembogara irisze közepes nagyságú körülbelül, az orrcimpa szélessége, európai és nem túl nagy, tehát meghallgatja a mások véleményét, picit befolyásolható is ezáltal. Ha megnézzük az állkapcsát, a fejformáját, hosszúkás az arccal, nem túl erőteljes az arcú csont, illetve az állkapos szélessége. Az ajkainál tipikusan arra látszik, ugye, hogy kihangsúlyozva, hogy tud az élő beszélni, hát kihúzta valamennyire a felső ajkát, de itt nagyon kicsike van neki, az alsó meg nem kicsi. Tehát ez a adakozó bőkezű. A másik, hogy hölgyöt fönn, hozzá képes arcban milyen, az egy picivel kerekebb arcú, önbizalomban jobban otthon van valószínűleg, az orra még vékonyabb, a szemüveget talán hasonlít hozzá valamennyire. És egy picit talán még a hős stresszben is van, mert majdnem kint van a szemet beléri a bal szemén. Igen. Kint is van. Ha megnézzük az ajkait, neki a felső ajka szélesebb, mint az előzőnek, az alsó nagyon hasonlít hozzá, tehát ő kommunikatívabb, jobban szeret beszélni. Hát most magam ellen beszélek, de ugye a férfiaknak a feleség típus ugye az első. Nem beszélek sokat, de hát én adakozó vagyok, míg a másik az azért. Csak a legalsó hölgy, ugye egyrészt az az arány, hogy a szájától a szemöldökéig mekkora terület, ez már minden azt mutatja, hogy ő érzésekben dolgozik. A fölfelé nagyon kihúzott, kiemelt szemöldöke egy ilyen drámai színészi alkatról szól valahol. Hatalmas szája, tehát beszélni is szeret, meg adni is szeret. És hát a legjobb komponya is ott az ég. Igen, igen. Jó, kisbaba direkt oldalról, hogy lássátok, ugye a homloka egyenes, az óra meg nagyon-nagyon optimista, tehát szolgálatkész optimista, fölfelé kanyarodik. Amiről nem meséltem, de még egyébként sok mindent nem mondtunk el, mert hoztunk egy csomó dolgot ki, hogy az is fontos, hogy a homlokához képest mennyire tolódik előre az a fogsora, az állkapcsa valakinek. Hát ő még ösztönből él. A homloka nem jött még előre annyira, nagyon-nagyon a nem véletlenül anyagfüggő esetleg. Tehát ő még a fizikai életét pakolgatja össze a kis testét, neki így kell élnie. A szemei viszont, hát csak szembogara van oldalról. Semmi stressz. És csak volt figyelem és boldogság. Olyan van minden ez a...
milyen volt és milyen lett? Hát az álva megnőtt. Az állatkapcsa milyen erőteljessé vált, ahogy megtalálta önmagát, és erőszakosabbá kellett neki válni annak, ahol él abban a világban. Ja, azt is, ahogy ezen a képen látjuk, hogy megnőtt az állatkapcsa. Ezt például a lányoknál, tehát amikor a nők szülnek, akkor ugye nem csak a csípő szélesedik, hanem ez az arccsont is. Valamilyen szinten leköveti. És de hát kell is, hiszen azt mondják, hogy amikor egy nőből anya lesz, akkor valahol megszületik benne az anyatig is, ugye? Amit nem jó előhozni, de kell hozzá, tehát hogy igenis kell egy anyának, bizonyos szempontból, hogy az állatvilágban is úgy van, az anya egyet, tehát az a nőstény állatnak meg kell tudni védenie az almat, a kölykeit, tehát ez valahol az embereknél is hasonló módon van. Tehát egy kicsit tehát nem csak itt alakulunk, hanem itt is egy valamilyen módon követi a testet a dolgot. Arra szeretném felhívni a nyomteket, hogy a szerkezet funkció alapján ő egy nem verbális ember. Tehát nagyon keskeny a felső ajka. Ugyanakkor színészként dolgozik és él. Tehát azért az arcunk nem mindig tükrözik ki azt, hogy mivé válunk. Ezen túl tudunk lépni. Lehet, hogy gyerekkorában nem hallgatták meg néha, de aztán később direkt színészre akar válni az is ruhán. Milyen volt és milyen lett? Hasonlóképpen, mint az előbb, hogy neki is azért az állkapcsolat erőteljesebbé vált, az álla is szögletesebb lett egy picivel. Tehát azt érdemes megnézni például, hogy a szemöldöke, tehát szinte a szemöldök csontja előre jött az arcából. Igen. Hogy a cél felé tudjon költetni, mert ezért a hangot a bejegyedés. Ez befolyásolja majd az hasonlát? Hát ami ugye a szó szerint a test a életünk alatt, tehát amit megélünk érzelmileg az életünkben, amivel találkozunk, annak nyoma van rajtunk. Tehát akaratlan, itt az előbb az András ugye mondta, hogy a szerzőteseknek nincs ilyen ránc, vagy hát most majd meg fogom nézni a szerzőteseket a területen, de hát nyilván egy szerzőtes az nagyon-nagyon sokat meditál, tehát egy olyan állapotban van a napjainak bizonyos részében, amikor egy teljes harmóniában van, ha úgy teszik, egy ilyen lévületben, és nem pedig abban a tapos nyomalomban, amiben mondjuk itt néha néhányan, vagy hát az emberek nagy része napról napra benne van a megélhetésért, vagy bármilyen érzelmi konfliktusa vagy küzdelme miatt, igen. Ez a két kép azért aranyos, mert azt mutatja, hogy nem kell mindig már változni. Tehát, hogyha valaki boldogságban éri a 30-40-50 évét, alig fog változni, mert itt nagy változások nincsenek. Megölegedtek, az látszik ezen a páron, de alapvetően a funkciójuk az ugyanolyan marad. Mosolyognak, aranyosak, nem olyan tekete már a hajuk esetleg, de azon kívül olyan nagy változás nincs rajta. A férfi állhat, hogy kicsit szélesedett, vagy az alsó ajka is vastagodott, de alapjában éve marad is olyan. Férfiakat kérdezném, hogy milyen a szemfogadalat. Nem látjuk. De azért a száját látom. Szóval, amikor valami túlsúlyban van, ugye? Tehát
erős volt a fotó. Hát a hölgynek nagyon-nagyon erőteljes a mind a két ajka, de főleg az alsó ajka. És hát ugye van valami, ami szintén a plasztikai sebészetnek a de ez olyan, mint a festmény. Másolat, az csak másolat. Lapozzunk! Aki felismeri, hogy az úr cseperedik, az szóljon közben időben. Tehát ő is kerekarcuként kezdte. És ahogy nőtt, egyre inkább megmondott az arca, meghúzódott. Ugye kamaszként látszik, hogy milyen vékony az arca, ugye óvatos, vékony, az álla is kicsit hegyesebb, megfontoltabb, a szája milyen erőteljes, mint kamaszként, ugye, hogy egy érzelmi és ösztönből működő emberke, és nagyon-nagyon sokat változik a szája főleg. Meg hát a szeme is, igen, tehát ugye amit mondtuk, hogy látszik a szemhéja még kamaszként, majd később már nem is látjuk azt a szemhéja. Jött a kocs. Ja, igen, gyanakó lett, igen. Abszolút látszik. Nagyon közel vannak a szemei. Ami szintén azt jelenti, hogy nagy kritikus, nagy odafigyelő. A részletek. Igen. Egy másik nagy arc. De Elvis Presley. Gyerekkorában eléggé pessimista volt a szája széle alapján. És később is, hogy nem véletlenül, tehát hogy halt meg ugye sokkal fiatalabb képen. Belőle talán hiányzik ez az erős alcsontozat, hogy megvitt van ott, ahova került. Talán, de van azért válva. Ez a kép már volt, hogy mennyire változunk, mennyire alakulunk. Egy másik híresség. Ami nekem leginkább szembetűnő nálam, ez a homok vonal itt az orr fölött. Látjátok? Lejönnek a szem előtt. Jó, Miklós homok. Igen. Miklós homok. Illetve az állát, a gyerekkori állát megnézzük, az valamelyest változott, de a szakállával ugye kicsit erősíti, hogy a dominancia meglegyen. Meg az áll hegyességét a szakállal eltüntetni, hogy ne látsz, hogy mennyire óvatos típus esetben. A szakáll, a hajusz, az állat. Ami kívül magához, de nem hagyja láttatni magát. Ez egyfajta tárkózottságot van. Köszönöm, hát, megköszönhetjük a figyelmeteket. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek is a figyelmeteket, meg a közelműködéseteket. Kellemes az lelki készülődés. Köszönjük.